A hazai női labdarúgó szuperliga második fordulójában a vajdasági rangadón a TSC 3-1 arányban felülmúlta a Vojvodinát és megszerezte első győzelmét az új idényben. A Bajsán lejátszott találkozón az első helyzete az újvidéki együttesnek volt. Az 5. percben egy hosszú szöktetés után Popovics lendült ellentámadásba, ám lövése néhány centiméterrel a kapu mellett hagyta el a játékteret. 7 perccel később Radunovics adott be középre, Kecsmán fejese azonban nem okozott gondot Milinics kapusnak. A 19. percben Médics adott haza, ám az újvidéki hálóőr ügyetlen labdakezelését kihasználva Becsics a hálóba küldte a labdát és vezetéshez juttatta a TSC-t. A 25. percben a vendégek közül Vukszanovics próbálkozott eredménytelenül. A 33. percben Savics hazahatását követően Milinics kapus lyukat rúgott, így a labda a hálóban kötött ki, és a topolyai lányok előnye 2-0-ra nőtt. A 44. percben Radunovics mint egy 20 méteres lövése a felső léten csattant. A kipattanóra Josics csapott le, és 3-0-ra alakította az állást. A folytatásban az újvidéki piros-fehérek erőteljesebb játékkal rukkoltak elő, ez mindjárt a 47. percben eredménnyel is járt. Az előreívelés után Petrovics fejelt Popovicshoz, aki átejtette Skandrokapust és beállította a 3-1-es végeredményt. 2 perccel később Csingelics lövése néhány centivel elkerülte a kaput. A 75. percben Brusin néhány másodperc alatt kétszer is próbálkozott, ám mindkét lövését hárította a topolyai hálóőr. A 79. percben Stoics gurított előre Topolszki felé, Skandro azonban gyorsabb volt, így maradt TSC Vojvodina 3-1. Ez nekünk mindig rangadó is, a Vojvodinának is. Két nagyon jó felkészült csapat volt ma a pályán. A Vojvodinának a kerete is átalakult, 7-8 új játékosuk érkezett, a mi keretünk is átalakult ugyanennyi játékossal, úgyhogy kicsit kíváncsian vártuk én aztán mind a két csapat ezt a mérkőzést. Mi egy ambícióval mentünk bele a mai találkozóba, hogy a múlt heti vereség után, ami túl nagy arányú, hozzá kell, hogy tegyem, és nem érdemeltünk meg egy ilyen nagyon arányú vereséget az Vézda ellen, mert nagyon jól játszottunk. Abba reménykedtünk, hogy ma megszerezzük a 3 pontot, úgy is álltunk föl, agresszívan, az első fél időben nagyon jól játszottunk, 3 gólt lőttünk, és ott már eldőlt a mérkőzés. Elsősorban szeretnék gratulálni a TSC-nek a győzelemhez. Harciasan mentek bele a mérkőzésbe, minden labdát megpróbáltak elérni. Tudtuk, hogy aki elsőnek rúg gólt, annak nagy előnye lesz a mérkőzés folytatásában. Nekünk ez az első mérkőzésünk. Nagyon meglátszott a játékunkon az, hogy az első fordulós meccsünket el kellett halasztani, a TSC-nek viszont ez a második mérkőzése. A gólok szerencsétlenül estek, láthatták önök is, hogy a labda kétszer is megpattant és megtévesztette kapusunkat, de ez Isten akarata, így kellett lennie. A második félidőben a lányok sokkal nyugodtabb hangulatban futottak ki a pályára, jól válaszoltak a hazai együttes támadásaira, és mindjárt a folytatás elején sikerült is szépítenünk. Később néhány kisebb sérülés miatt kénytelenek voltunk kényszercseréket alkalmazni, és ez azt eredményezte, hogy a támadásaink befejezése nem működött a legjobban, vagyis voltak helyzeteink, de nem tudtuk azokat góllá változtatni. Visszatérve a mérkőzés kezdetére, a legelején 200%-os helyzetet kihagytunk, amit ha kihasználunk, biztosan más irányba terelte volna a meccset. Szinte minden Vojvodina és TSC közötti találkozó nagyon hasonlóan alakul. Egy labda, egy gól dönt a győztesről. A TSC-nek a legjobbakat kívánom a bajnokság folytatásában, és azt kívánom nekik, hogy csak úgy, mint az én játékosaimat, kerüljék el őket a sérülések, és remélem, hogy még 3-szor találkozunk egymással az idény folyamán. Tényleg izgalmas a sikeredet ez a mérkőzés. Előző héten az Vézdánál sajnos vereséget szenvedtünk, és igyekeztünk most, amit ott nem sikerült, helyzeteket kihasználni. Ezen a mérkőzésen maximálisan, és a koncentrációt is bebiztosítani a csapatba, hiszen hamar jöttek a gólok, az első fél időben 3-0-ra vezettünk, kihasználtuk azokat a helyzeteket, amik adódtak, ami eddig a csapatra nem mindig volt érvényes. Így hát nyugodtabban tudtunk pihenőre menni a fél időben, viszont a második fél idő tényleg elég érdekesre sikeredett és izgalmas volt, hiszen Vojvodina tudott egy gólt hamar szerezni, és a lányok tényleg beleadtak mindent, amit csak tudtak. Hogyan kovácsolódott össze a csapat erre az új idényre?
hosszú felkészülésen vagyunk túl. Azért hozzá kell tenni, hogy ez a csapat nagyon fiatal. Több U17-es és U19-es játékos van a csapatban, de ezek a lányok nagyon tehetségesek, éhesek a munkára, hogy így fogalmazzak, és egy nagyon jó felkészülésen vagyunk túl. Többnyire itt dolgoztunk Bajsán, Topolyán az akadémián, voltunk egy hetes edzőtáborban is Zlatáron, ott játszottunk két erős mérkőzést, összesen 5 mérkőzésünk volt a felkészülés alatt, akár a Ferencvárost is említhetném, úgy válogattuk ki a csapatokat, hogy erős mérkőzések legyenek, hogy össze tudjuk kovácsolni ezt a csapatot, és úgy látom, hogy sikerült. 14 éve létezik ez a klub, és eddig Magyar Kanizsán játszott a csapat. Hogyan sikerült a Topolyára való átköltözés, és sikerült-e megszokni már az új környezetet? Elejében nem volt egyszerű, ugye minden Kanizsához kötött bennünket, de gyorsan megszoktuk a környezetet, adaptálódni kell, hát ez a sport, úgyhogy gyorsan, azt kell, hogy mondjam, hogy gyorsan megszoktuk ezt a környezetet. Mondom, itt is edzettünk, Topolyán az akadémián is, most kész lesz a műfüves pálya Topolyán a kórháznál, amit mi fogunk használni a fiatalabb korosztályokkal, lányokkal, úgyhogy jövő héttel azt is igénybe vehetjük, alig várjuk már. Igazi otthonunk lesz itt Bajsán, nagyon kellemes volt mérkőzést játszani bajnokit, sokan kijöttek, szurkoltak a csapatnak, és én bízom benne, ha jól játszunk és folytatjuk a sikereinket, akkor még többen fognak kijönni és nézni bennünket. A női labdarúgó szuperligában is a férfi mezőnyhöz hasonlóan a válogatottak nemzetközi szereplése miatt 2 hetes szünet következik. A pontvadászat szeptember 14-én folytatódik. A harmadik fordulóban a TSC a Zimonyi Szlogához látogat, a Vojvodina pedig a szabadkai Spartakuszt fogadja.